A Magyar Közösség pártja áprilisban indította el az aláírásgyűjtést, amelynek célja a nemzeti kisebbségek jelképeinek szabad használata volt. Az apropót az úgynevezett himnusztörvény adta, amely azóta már nincs érvényben. A szervezők ennek ellenére is folytatták az aláírásgyűjtést, hiszen például a szlovákiai sportrendezvényeken más államok nemzeti szimbólumainak használatát a mai napig törvény tiltja. Céljuk, hogy ez a korlátozás kikerüljön a törvényből. Egy nemzeti közösségnek a szimbólumainak a használata az egy fontos identitás képző elem, és hát nem tartjuk azt elfogadhatónak, hogy a 21. században egy Európai Uniós tagországban gyakorlatilag egy nemzeti közösségnek megtiltják, hogy a saját nemzeti szimbólumait használja. Egyébként nagyon jó példákat találunk a közelben, például Magyarországon vagy Szerbiában hivatalosan el vannak ismerve a nemzeti kisebbségeknek, a nemzeti közösségeknek a szimbólumai, és ezeket az intézményeiken is használhatják. Például a magyarországi szlovák intézményeken mindenütt ott van a szlovák zászló lobogó is. A petíciót több mint 11 000-en írták alá. 10 000 érvényes aláírás szükséges ahhoz, hogy az illetékes minisztérium tárgyaljon a petíciót kezdeményezőkkel. A petíciós íveket a napokban juttatják el a belügyminisztériumhoz.